modern utastájékoztató rendszert alakít ki az önkormányzat Salgótarjánban. A beruházás megvalósítását hosszú előkészítő munka után a közelmúltban kezdték el. A projekt leglátványosabb elemeivel a városlakók már találkozhatnak, ezek 10 buszmegálló esetében utastájékoztató rendszerek, illetve okos kijelzők telepítését jelenti. Ezek a kijelzők az első teszt időszakban a menetrendben szereplő statikus adatokat fogják megjeleníteni, ezt követően reményeink szerint jövő év első felében már a valós GPS koordináták alapján beszerzett tényleges adatokat fogják mutatni, ami azt jelenti, hogy az utasok, akik a buszra várnak, a tájékoztató táblákon a buszok pontos érkezési idejét fogják látni. Projekt kevésbé látványos, de eléggé költséges eleme, az a 28 buszra építendő fedélzeti számítógép. Ezek fogják tulajdonképpen a GPS adatokat, illetve az egyéb forgalmi adatokat szolgáltatni, illetve 6 busz esetében utasszámláló telepítésére is sor kerül. A projektnek még fontos eleme, hogy internetes utastájékoztató rendszer kiépítésére is sor kerül, ami azt jelenti, hogy egy mobil applikáció segítségével az utasok bármikor a valós menetrendi adatokat, illetve a valós érkezési időket nyomon tudják követni. Egyelőre 10 busz megállóban helyezték ki ezeket az utastájékoztató digitális táblákat, de az önkormányzat azt tervezi, hogy ha beválnak, akkor a jövőben tovább bővíti a számukat. Az okostelefonos alkalmazás viszont az összes salgótarjáni busz valós helyzetét és érkezési idejét mutatja majd a város egész területén, ami nagy segítség lesz az utasok számára. Reményeink szerint a kiépítendő rendszer nagymértékben meg fogja könnyíteni mind a Volánbusz ZRT forgalom szervezési munkáját, mind az utasok közlekedését. Ugyanis pontosan látni fogják a buszok érkezési idejét, illetve a fiatalabb, illetve a technikai vívmányokra nyitottabb utazó közönség számára a telefonos applikáció saját tapasztalatból beszélek, mindenféleképpen egy nagy előrelépést fog jelenteni. Bízunk benne, hogy a Volánbusz ZRT hasonló léptékű fejlesztés keretében a járműparkját fogja tudni a közeljövőben fejleszteni. Az utastájékoztató rendszer mellett a beruházás része még néhány salgótarjáni út kerékpáros barát fejlesztése. Ennek keretében kerékpáros nyomokat helyeztek el Bagyasalján a Petőfi úton, Zagyva-Pálfalván a Csokonai úton és a Besztercén a Kemping úton is.